az iható Magyarországért. Egy igazi kulturális mix, benne minden, ami bor, kultúra, párlat, sör, koktél, kávé, gasztró és mérték. Ez egy igazán fogyasztóbarát műsor Nyulasi Gábriel Istvánnal és vendégeivel. Az iható Magyarországért. Szép estét kívánok, ez az Igatóbb Magyarországért műsora, én Nyulasi Gábri István vagyok, és már is bemutatom a kedves vendégeimet, Radetzky Zsuzsanna, Avasi Prinzház képviselője. Üdvözlöm a hallgatókat! És a jobb sarokban Szécsi Viktória énekesnő. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. No, hát a miskolci különítmény, miskolci borok, Miskolcról volt szó a múlt héten is, és már is a poharunkban van az Avasi Présház Bükki Csenszegi fűszerese 2019-ből. Pörgessük meg. Hát igen, igen, ez a jellegzetes csenszegi fűszereses vonulat, tehát kis bodza, kis citrusok, kis tényleg ez a fűszeresség benne van, illatos, illatos bor. Igen, nagyon különlegesen jó illata van. Mesélj róla nekünk valami, Zsuzsanna. Hát, jó, 2,5 hektáron gazdálkodunk jelenleg Miskolcon. Ezt a csenszegi fűszeresből igazából készítettünk egy gyöngyöző bort is, de úgy voltunk vele, hogy érdemes kipróbálni csendes verzióban is, ahogy ezt így szakmailag mondják. Szerintem is. Én azt mondom, hogy ez a bor javult jelentősen. Lehet, hogy egy friss palackozás volt? Mikor is volt a bálványos összejövetel, a szövetség... Ó, egy hónapja. Egy hónapja, tehát szerintem jót tett neki az egy hónap állása. Igen, a palackban. Valószínűleg, mert amikor ezt kóstoltuk a bükkbor bemutatón, a bálvány bemutatóján, akkor még elég friss volt, pont egy hetekkel előtte palackoztuk hát, le. Nem, az nem az igazi. Kedves hallgatóknak mondom, tehát egy edukáció szinten, hogy egész egyszerűen a bornak van egy ilyen megnyugvási ideje, különböző tételeknél, tehát különböző borfajtáknál, különböző eljárásoknál mindig más és más, de az biztos, hogyha egy szűrés, terítés, palackozás lemegy, az a bort egy kicsit megnyúzza, és ilyenkor érdemes akár nem csak 2-3 hetet, hanem akár 1-2 hónapot is várni, hogy szépen megnyugodjon a bor, kiteljesedjen a palackban újra, és akkor sokkal jobb élmény lesz, és úgy érzem ezen a boron is, hogy egy hónappal ezelőtt még nem volt ilyen szinten. Ezért is jó, hogy most ezt itt megkóstoljuk, mert kialakulhat róla egy újabb pozitív vélemény. Újabb pozitív vélemény, nem egy illatbomba csenszegi fűszeres, tehát nem az a brutálisan tolakodó vonulat, de így minden ízében egy csenszegi. Igen, igazából próbáltunk arra törekedni, hogy az igazi csenszegis jellegeket fogjuk meg a borban. Nem akartunk egy illatbombát, ami belerobban az ember orrába. Igen, van, amikor beleszagolnak, és igen, és akkor már ilyen nagy elvárásokkal vannak a bor iránt. Viszont, hogyha megkóstolják, és nincs mögötte az a tartalom, amit az illat mutat, akkor egy csalódás lesz az egész. Én azt mondom, hogy teljesen harmonikus, és ez egy, tehát nem az a gej csenszegi fűszeres, tehát tényleg, ha nagyon erőteljes az illat, és ez mit tudom, átjön zamatba, és akkor ilyen szinte már átfordul ilyen gejbe, és már tehát egyszerűen túl sok tumács lesz a bor. Igen, szerencsések és vagyunk, ez, hogy így... Ez egy ilyen jó balanszírozott. Igen. Van benne egy pár gram maradék cukor egyébként, de próbáltunk azért minél szárazabbra törekedni. Az igazság, hogy én nem vagyok ellensége a cukornak. Én azt mondom, hogy egy kis cukor ki is egyenlíti ha van mögötte test, van mögötte sav, a cukrot azt amúgy is megette a sav, savcukor egyensúly megvan, úgyhogy teljesen jó ez a bükki csenszegi fűszeres. Gratulálok hozzá! Én is! És tényleg előadásokon szoktál borozgatni, ha csak nem boros rendezvényen vagy éppen?
Hát a boros rendezvényen vagyok, akkor mindenképpen. Azt gondolom, hogy ugye kicsit a hangulatát is megadja. Szeretem, amikor a nézők is egy kicsit könnyedebben nézik magukat, nem gondolják azt, hogy feszengeniük kell, vagy most csendben ülni teljes mértékben. Úgyhogy... Esetleg szoktál fölvinni a színpadra egy palack bort. Igen, és szoktál közben kortyogni látványosan, kimutatod a közönségnek, és most akkor iszok szinte egy valamit. Szinte kocintunk a közönséggel, igen. Igen, nyilvánvalóan azért nagyobb előadásokon, meg nagyobb színpadokon nem feltétlen, vagy olyan előadásokon egy március 15-i rendezvényen nem szoktam közben borozgatni. Hát ünnep, tehát ünnepi kocintás. Lovasi Andrásnak a koncertjein is voltam, régen kispár rajongó voltam, és hát ott azért rendszeresen megkészítettem is Lovasi Andrásra interjút, ahol borozgattunk, és ő mondta, hogy ő szeret borozgatni a színpadon. Persze, megadja a hangulatát, azt gondolom, hogy mi előadók is fesztelenebbek leszünk, bár nyilván nem feltétlenül hozzá borra szükségünk, nyilván ezért hát igen, vagyunk a színpadon. Az már egy kicsit problémás, ha mit tudom, le kell küldeni két dekást a koncert. És mennyien vannak ezzel így, mennyien vannak azért sajnos ezzel tényleg? Így, ezt gondolom ebben a pop szakmában, hogy rengeteget isznek hogy mit tudom én, tehát egy pár üveggel le kell küldeni, hogy ne remegjen a... Igen. Jó, hát vannak jég dupla viszkivel, meg egyebek, tehát hogy túl hallunk ilyen sztorikat, hogy azért alapozás van. Igen, hozzá vannak szokva, ugye ez a fajta életmód, amit mi élünk, vagy hát egy nagyobb sztárok aztán végképp élnek, hogy egyik városból a másikba, vagy egyik földrészről a másikba, vagy másikra mennek. Ez valahogy úgy hozza magával azt, hogy nem tudják kontrollálni magukat, és rengeteget isznak koncert előtt. Nyilvánvalóan nekem is szokott olyan lenni, mint a két héttel, vagy egy hónappal ezelőtti rendezvény is, hogy persze én is szívesen megkóstolom az ott lévő borokat, szívesen borozgatok az ott lévő emberekkel, ezzel is közelebb kerülve a közönségemhez. Na, ennek nagyon örülök. Tényleg, te hogy kerültél közel a borokhoz? Mondtad, hogy kertészmérnökként is végeztél, tehát a borkészítéshez is konyítasz valamit. Amúgy szoktál is bort készíteni? Igazából ez az első próbálkozásunk. Tehát tulajdonképpen hány százalékban vagy te benne ebbe a cserszegi fűszeresbe? Ebbe a cserszegi fűszeresbe körülbelül 30%. 30%? Az már nem egy elhanyagolható. Igen, a születet úgy családdal oldottuk meg igazából, illetve nem én vagyok a borász, tehát hogy a szakmai hátteret nem én adtam hozzá. Tehát előbb-utóbb át akarod venni, nem? Nincsenek ilyen ambícióid, hogy esetleg belekóstolsz, és akkor utána elkészíted a saját nagy borodat, ami már 100%. Úgy mondják, hogy ez egy szerelem szakma igazából, a borászat, illetve a szőlővel való foglalkozás, ez nekem is így van. Én nekem most per pillanat nem ez a szakmám. Nem ez a fő foglalkozásom. Vagy a fő foglalkozásom, viszont én nekem mindig is egy ilyen szerelem projekt volt. De vannak ilyen ambícióid, igen, tehát akkor pontosan. Várhatjuk, hogy a két cserszegi fűszeres után megjelenik valami. Másfajtákkal is szeretnénk egyébként foglalkozni, gondolkoztunk olasz rieslingen, zeniten, egy kicsit ilyen magyarabb fajtákkal foglalkozni, illetve akár még egy chardonnay is bejöhet ilyen. Én azt mondom, chardonnay az tényleg én... Szempontból igen. Illetve még vörösökön gondolkozunk, de az még megfontolandó egy kicsit. Vörösökön. Szerintem a Bükki borvidék mindenre képes, mondjuk minden savra is képes, tehát a bükki savak messze földön híresek, viszont ez a savkészlet azt hozza magával, hogy bizony jól eltarthatóak a borok, kicsit lassabban érnek, de tovább tartanak. Én azt mondom, a műsorunk is tovább is tarthatna, de lassan tartunk egy kis szünetet, úgyhogy megkérem a kedves hallgatókat, hogy ne menjetek nagyon messzire, mert jövünk vissza a kis miskolci különkiadásunkkal, Szövetség a Bükki borvidékért borokkal, énekesnővel, borászati képviselővel, hát mi kell még? Dunakanyar FM 94.1, a hullámok hullámhosszán.
Szép jó estét kívánok, én Julasi Gábré István vagyok, ez továbbra is az Iatóbb Magyarországért műsora, és itt vannak velem a kedves miskolci lányok, Radecki Zsuzsanna, Avasi Présház képviselője. Üdvözlöm a hallgatókat! És itt van velem még Szécsi Viktória, aki énekesnő. Bizony, még mindig itt, szép napot kívánok mindenkinek! Ó, hát már itt végigborosztuk a fél napot, vagyis hát fél adást mindenképpen. Szerintem kocincsunk is egyet. Isten. Egészség. Az ihatóbb Magyarországért kocintunk a szövetségi? Szövetség a Bükki borvidékért pontosabban. Méghozzá, tehát Bükki bor, Zenit, Nyéklátháza Pittyén dűlő, tehát valószínűleg mind a kettőből van, 2016-os Sándor Zsolt borát kortyoljuk. És mondtad, hogy édeskés az illat, bizony nem véletlenül édeskés az illat, mert hogy ez egy édesbor. Így a végére, én nem is tudtam, hogy ez édesbor, de megnézzük. Igen, hát ez a Bükki Zenit félédes fehér bor. Igen, nem nagyon édes azért. Nem terpeszkedik ránk a cukorfelhő. Nyéklátházi, organikusan művelt szőlőterületről származó bor, amelyet spontán hordókban erjesztettem, arra törekedtem, hogy megőrizzem a bor természetességét, a szőlőt Büdi István Ádám termelte, tehát nem pontosan Sándor Zsolté a szőlő, de a bor az már az övé. Igen, és a Büdi István is tagja egyébként a Szövetség a Bükki Borvidékértnek. Ez egy miskolci borszövetség, akik egy hónappal ezelőtt Miskolc városával, város polgármesterével egy szövetséget kötött, vagy pontosan megállapodást. Pontosan, egy olyan megállapodást, én is ott voltam, mint újságíró, igen, nagyon jó kis content volt, ez az egész, tehát, hogy egy megállapodás, amely kölcsönösen gyümölcsöző mind a két fél számára, vagyis a város vállalja, hogy reprezentatív módon támogatja a Bükki borászokat azzal, hogy a borokat különböző helyeken bemutatja, azt preferálja rendezvényeken, bejuttatja ide-oda, amoda, plusz még pénzzel is támogatja némi kép, ez még végig is a jövő zenéje. Igen. A Szövetség a Bükki Borvidékért szervezetet, és ráadásul ezen a rendezvényen egy hónappal ezelőtt mutatkozott be a legújabb bükkbor, ami egy közösségi bor, a Bálvány című fehér küvé, amit 6 borászat állított elő, ennél több tagja van a szövetségnek, de ez a 6 borászat tudta előállítani, és az ő boraikat vitték tovább, tehát egy kartonnyi bálványt lehet végig kóstolni, amely végül is bemutatja tulajdonképpen a bükki bor, tehát a fehér vonulatát. Egy olyan bisztró borocska, ami tulajdonképpen egy ilyen kellemesen friss, de mégis tartalmas vonulat. Lehet magába is kortyolni, lehet külön is. Javíts ki, ha rosszul mondom, de azt hiszem, hogy Zenit, Chardonnay és olasz Riesling van benne. Egy-egy arányú. Igen, tehát mindegyik egyelő arányba. És ennek a megállapodásnak az is a része volt, hogy mi pedig, mint borászatok, próbálunk segíteni a kulturális, illetve turisztikai fellendítésének, a város kulturális és turisztikai élet fellendítésében. És már lendül? Hát lendül, bár így a mostani szituáció alatt a vírusnak köszönhetően ez annyira nem gyümölcsöző ez a dolog, viszont ennek keretében nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy Szécsi Viktória ott énekelt ezen a rendezvényen. Bizony a kis együttesével. Ez egy akusztikus duó, igazából nem egy együttes. Egy akusztikus. Ezt nem lehet együttesnek nevezni, nem? Hát végül is együtt vagyunk ott a színpadon. Igen. Van külön nevetek?
Hogy ez hogy van? Régebben akvarell duóként Igen, mert láttam meg, ilyet a, viszont, a neten, de ez már annyira nem jellemző. Igen, igen, viszont az elmúlt időszakban inkább Szécsi Viktória és Vihola Mihajló akusztikus duóként. Még egyszer ezt az ukrán csengésű nevet? Vihola Mihajló. Hát ezt nem tudnám újra bemondani, de majd a hallgat. De egyébként van egy beceneve, az, hogy Misa. Úgyhogy Miskolc egyszerű. És környékén szerintem inkább így ismerik őt, hogy Misa. Úgyhogy, és egyébként érdekes, mert pont ez az édesbor, ez nagy kedvence Misának, mert férfi létére ő csak az édesbort szereti. Hát valaki csak a mély ízlet szereti nyalogatni. Igen. Én azt mondom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy milyen bort szeretsz, olcsó szárazat. Én azt mondom, hogy nem kell diszkriminálni az édes borokat, mert hogy az édes borokra sajnos a kedves hallgatók egyszerűen térenek el ettől rossz szokástól, tehát hogy az édes bornak is nagyon erős kultúrája van, méghozzá a természetes édes bornak. Tehát könyörgöm, van nekünk tokai borvidékünk, mindenhol készülhet egy kis késői szüret, mint például ez a Sándor Zsolt Zenit is, ilyen, tehát hogy a természetes maradék cukor az nem az ördögtől való, és az egy jó kellemes érzés, és nem kell ahhoz férfiatlannak lenni egy férfinak, nem kell túl nőiesnek lenni. Én azt mondom, hogy kortól nemtől függetlenül lehet édesbort fogyasztani, de az legyen természetes édesbor, mert sajnos vannak bizony ilyen-olyan módszerrel megédesített gyalázatos borok, amelyeknek egyszerűen ez a cukor adja azt, hogy fogyaszthatóvá válnak. Én most nem mondok márkákat, de inkább az alsó polcon vannak ezek az édes élmények, és hát valljuk be, hogy egyszerűen, tehát hogy ezek nem igazán természetes dolgok, úgyhogy fogyasszunk mi jó édes borokat. És tegyük hozzá, hogy technológiában sem egyszerű egy nagyon jó édes bort előállítani. Pontosan, mert hát a szőlőnek is megvan az érési ideje, még úgy kell leszületelni, hogy azért legyen némi sav is, ha mondjuk jégbort akarunk készíteni, az még egy nehezebb műfaj. De hát nagyon jó ez a kis zenitünk is. És mi lesz a következő föllépés, Viktória? Következő fellépés az a következő héten lesz egyébként. Egy kisebb fesztiválon fog fellépni, ott a Zemplénben, illetve hát majd melyik nap? Július 25-én. Július 25-én. Igen, illetve hát majd augusztusban jönnek főként a rendezvények, jön a Bormámorbénye, jön a Zavasi borangolás, úgyhogy ezeken is megtalálhatóak leszünk majd mi is, vagy mi is. Hát reméljük, hogy ezek mind megtarthatóak lesznek, nem lesz semmi gigszer. És hogy látod a 2020-as évjáratot, Zsuzsa? Mi nem vagyunk kifejezetten szerencsések a 2020-as évjáratban. Tényleg jégverés? Jég leverte teljesen a termésünket, de próbálkozunk mással. Ugye, majd, tehát ugye a borászokkal szerencsére ez a szövetség elég jól működik. Tehát tudtok vásárolni szőlőt valahol. Tehát megpróbálunk olyan termelőktől felvásárolni szőlőt, akik egyébként nem készítenek bort a szőlőjükből, csak termelik a szőlőt, és eladják borászoknak, akik ebből tudnak készíteni bort. Így valószínűleg a szortimentünk a cserszegi fűszerestől innentől kezdve ugrik további szőlőfajtákra is, reméljük, hogy azokban hát is tudunk benne, majd hogy bővül a paletta. Igen, igen. Akkor lehet, hogy címkére is szükség lesz. Igen, valamit muszáj lesz alkotni, ha jelenlegi cserszegi fűszeresen kívül is lesz valami más az Avasi Présháznak. Úgyhogy bízunk benne. Vagy csináltok egy merész cserszegi fűszeres petnátot? És az... Nem tudom, hogy a petnáttal hogy vagy. Nem nagyon ismerem. Nem ő ismered a Petian Naturelt? Hát az végig a pezsgőnek az előszobája. Mostanában nagyon divatos, természetes borkészítés hívőknél van ez. Leginkább. Hát most egyelőre inkább csendesben gondolkozunk, tehát hogy most megvagyunk ezzel a gyöngyöző borral, aztán meglátjuk, hogy megyünk tovább. Nos, kedves hölgyeim, hát lassan a műsor végére érünk, úgyhogy megint kérek mindenkitől egy kis kövér búcsúmondatot. Viszontlátásra, örülünk, hogy hallgattatok minket, és
üdvözletünket küldjük az Avasi Présházból. Avasi Présház, Miskolc, Bükki borvidék, úgyhogy ígyatok jó borokat. Én is nagyon-nagyon örültem, hogy itt lehettem, és hát akárki kíváncsi ránk, akkor egyébként azért a videó megosztó portálokon, illetve az interneten megtalálhatóak vagyunk, hogyha esetleg... Nyugodtan valaki... bemondhatod a web elérhetőséget. Igen, a Facebookon, a Szécsi Viktória oldalán megtalálható minden, illetve a YouTube csatornánkon is, úgyhogy itt meg lehet minket hallani. Tehát Szécsi Viktória, csodálatos hang. Én sajnálom, hogy elfelejtettem, hogy énekeljen, de hát majd talán legközelebb. Következőnek, majd egy kicsit többet iszunk, és akkor... Igen, és akkor nótára fakadunk, úgyhogy lájkoljátok az Ihatóbb Magyarországért-ot, az Ihatóbb Magyarországért, www.ihatóbb.hu, Facebook, mindenhol meg vagyunk. Szevasztok! Következő adásba is legyetek benne. Önök az Ihatóbb Magyarországért című műsorunkat hallották itt az FM 94.1 MHz-en. Dunakanyar Rádió, a hullámok hullámhosszán.